kellemes, szója háttérbe a zene, lehessen internetezni, lehessen e-mailt elküldeni, amikor végig a mosástól gyerekesek hozzák le a gyereket, a gyerekes tudjanak játszani, amíg vagyunk most. Hát az egész üzletnek ez a hangulata egy kényes, hogy legyőzni azt a ellenérzést, hogy hát el kell jönni a mosodával, az nem egy büntetés, hanem azért is ez egy jobb oldalás, hogy ki tud kapcsolódni, addig a nem ismeretig mondjuk, vagy le tudja küldeni hangot a szennyessel, és hasznossá tudja magát tenni otthon. Tehát sok ilyen előbb, amit ezt szerettük volna a koncepcióban megvalósítani, és nagyon örülök, hogy itt meg tudtuk nyitni ezt az üzletet. Én azt gondolom, hogy Kecskeméten sem más az embereknek a szokása, mint Pesten, tehát hogyha ezt megismerjék egyszer, kipróbálják, akkor nagyon hamar objektív lehet az ember, és rá tud szokni a szolgáltatásra, ami azért veszélyes is tud lenni. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék, hogy próbálják ki, használják, szeretettel, és igyekszünk tovább fejleszteni. A terveink, hogy még két mondatot nem állunk meg Kecskeméten. Hamarosan leszünk még május végével Győrbe is nyílik üzletünk, illetve még Budapesten is, és illetve a négy üzleten dolgozunk, ezek a május végén megnyílnak, és nagyon remélem, hogy nagyon hamarosan már a franchise partnereket is köszönhetünk ebbe a hálózatba. Köszöntök a két remélhetőleg lendő partnerünket, akik majd bizonyosan, hogy hamarosan meg is fogják nyitni az üzletet, már egyébként dolgozunk, de hamarosan már így az ország több pontjában is, egyre több pontjában is elérhető lesz a szolgáltatás, illetve természetesen hogy az ország határnál sem akarunk megállni, hanem ezt külföldön is megmutatni, hogy ezt lehet is csinálni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, meg